Miss Mallard nyomoz. Készült Robert Quackenbush könyvéből. A rossz akarat előszobája. Írta Thomas Lapierre. Kimondhatatlanul boldog vagyok, hogy a rendelkezésünkre állsz, Willard. A Nemzetközi Kacsaszervezet választmánya repesni fog az örömtől, ha meghallja, hogy az éves jelmezbálunkon te leszel a biztonsági ügynök. Azt mondod, jelmezbál? Tudod, mennyire imádok veled utazni, nénikém? Na meg sportosan öltözködni? Élvezetes lesz kiválasztani a jelmezt? Egyetértek. Idén, mint a jótékonysági mozgalom elnök kacsája, magam rendezem a pénzadománygyűjtést. És szerénytelenség nélkül mondhatom, már meg is találtam a megfelelő helyszínt. Ami nem más, mint az új kacsasteini kastély a németországi Bajorországban. A kastély igen híres tulajdonosnője, kacsacsa Emily elmesélte a kastélyt belengő legendát, amely így szól. Egy hajdani udvari bolond, nevezett Jór kacsa szelleme, még mindig ott sétál a falak közt. Azt beszélik, előszeretettel űz tréfákat, nevetést hallat és csokoládét készít. A kastélyba látogató turisták olykor-olykor találnak is megkeményedett csoki darabkákat egyes termekben. Ó, ha ez a Jór kacsa szereti a csokoládét, akkor ő a kedvenc szellemem. Ám remélem a bál alatt nem fog mutatkozni. A legtöbb kacsa fél a szellemektől. Biztosra veszem, hogy nem is létezik. Végtére is ez csak legenda. Habár a kőkemény csokoládé darabkák elgondolkoztatóak. Hát nem nagyszerű, Willard. A jótékonysági bál csak most kezdődött el, és már is óriási a siker. Az összegyűlt pénz a zsarnokság igája alatt senyvedő és ínséget szenvedő kacsák megsegítését szolgálja majd. Ez a pénzzel teli persely komoly kísértésbe hozhatja a tolvajokat. Úgy vélem, Willard, amíg te itt vagy, senki sem veszi a bátorságot, hogy megpróbálja ellopni. Micsoda gyönyörűséges egy kastély! Szégyen, hogy kacsacsa Emily kénytelen eladni. Részére sajnálatos, részemről pedig szerencse. Ó, egek, Emily egy szóval sem említette nekem, hogy eladja a kastélyt. Kérdés, hogy miért? Szerencsés teremtés. Az épület tökéletes állapotban van, egy vagyont fog érte kapni. Ha megbocsátasz, Willard, megkeresem Emilyt, meg kell tudom, hogy mi folyik itt. Smucig alak. Bocsásson meg, Emily. Most hallom a szomorú hírt, hogy el kell adnia a kastélyt. Nem szívesen, de a bankárom és a pénzügyi tanácsadom tőkés része szerint kénytelen vagyok. Azt mondja, elfogyott a pénzem, és jelentős adósságom van a bankja felé. El kell adnom a kastélyt, hogy rendezzem a dolgaimat. Ó, kár, hogy nem tudtam róla. Akkor nem kértem volna fel házigazdának a jótékonysági bárra. Ellenkezőleg, hálás vagyok érte. Így legalább az emberek láthatják a kastélyt teljes pompájában, amitől emelkedik az ára. Ez a tökéletes nyitott ház. Szerettem volna, ha nem kell eladnom. A kastély a családomé, amióta csak Lukács a király felépítette századokkal ezelőtt. Ez az az udvari bolond, akit említett? Igen, ő Jór kacsa. Bizonyára roppant mulatságosnak tartja, hogy el kell adnom a kastélyt. Én cseppet sem találom mulatságosnak. Remélem, tehetek valamit az érdekében. Köszönöm, Miss Mallard. Talán történik valami, és mégsem kell eladnom a kastélyt. Gácsér, drágám, mi lesz a kastély sorsa, ha ön lesz az új tulajdonos? Luxus kastélyá alakítom át, drágám. Kidobatom a berendezést, és modern kényelemmel rendezem be. Ezt nem mondhatja komolyan, drágám. A kastély tele van öröklött értékekkel. A történelem önnek smafú. A történelem lényegtelen. Az úsdi adjon helyet az újnak, mert csak azon van nyereség. A pénz nem minden, gácsérváró. A tekintét nem lehet megvenni. Felkínálok kegyednek egy lakosztály baráti áron, mert megvannak az átalakítási tervek. Ne álmodozzon, drágám. Nem tudom, mi ez a túlzott magabiztosság. És ha valaki rálicitál önre? Ha, az nem lehet. Ugyan ki lenne az? Egész Németországban nincs gazdagabb ember nálam és a társamnál, von Hápnál. Kedvesem, talán nem hallotta még, hogy a szerencse forgandó? Önmagáról beszél Libander grófnő. Közismert tény, hogy a családja már nem olyan vagyonos, mint hajdan volt.
majd meglátja Gácsérváró, hogy fog még a Libander név olyan jól csengeni, mint egykor. Ha. Minden rendben, Willard? Semmi különös. Nos, persze csak egy jelmezbálhoz képest. Szerencsére minden vendég megérkezett. Nincs is hely több adomány számára. Nem lehet egy rosszabbunk sem, igazam van? A vacsorára sem lehet panaszunk. Emily főszakácsa igazán kitett magáért. Ha belegondolok, hogy ennyi mindent készítetett, amikor anyagi gondokkal küzd, hát ezért kell eladnia az ősi otthont. Nos, ha a kastélyban valóban kísért egy hajdan volt udvari bolond szelleme, akkor jobb, ha az új tulajdonos nem valami gyáva nyúl lesz. Igazán szakatlan. Valahol hozatnak kell lennie. Yorkacsának talán nem tetszett a megjegyzésem. Ne bolondozz, Willard. Kell lennie valami észszerű magyarázatnak. De lyukas kezű vagyok. Nagy kár. Ha? Yorkacsa! Elkapom! Willard! Ott! Mi? Megvagy! A mi szellemünk hústól szellem. Olyan, mint mi vagyunk, Willard. De mennyire, nénikém? Léce, fi! Üdvözlöm, bivajfej főfelügyelő. Én azt hittem, uraságod a szellem. Szellem? Azt a részfán fütyülőjét neki! Az ajtók, az ablakok mind becsapódott. Csapdába estünk. Kinyitni! Kinyitni! Izomerő nélkül nem megy, barátom! Hadd menjek ki! Hadd menjek ki! Uram, ön mit csinál itt? Épp ezt a kérdést akartam feltenni önnek, rétefikém. De látom, hogy megint a nénikéjével van. Így már minden világos, mint a nap. Évekig támogattam a nemzetközi kacsa szervezetet. Minden jótékonysági bárra meginvitálnak. Ön hát az a smucig alak, aki aprót dobott be. Úgy értem... az adomány! Nem hiszem el. Bedőltem a legrégibb klasszikus trükknek. Kelts zűrzavart, és lopd el a pénzt. De micsoda zűrzavar volt? Kell lenni valami észszerű magyarázatnak mindenre. Ebben igazad van, nénikém. Yorkacsa volt. Emlékezz, hogy oda van a csokiért. Ez a csokoládé azonban nem kemény. Talán azért, mert omlósabb lett az évszázadok alatt. Nos, hadd kóstoljam meg. Ne beszéljen ostobaságokat, récefi. Mindenki tudja, hogy szellemek nem léteznek. Ne mondjon ilyet, uram. Yorkacsa nem szereti, ha alábecsülik. Kérek egy törülközőt. Nos, megvan az a csekély vigaszunk, hogy a tolvaj nyilvánvalóan nem hagyhatta el a kastélyt a pénzadománnyal. Kedveseim, még mindig biztosak benne, hogy meg akarják venni ezt a kísértett kastélyt. Nem ijedek meg egy vacak kis szellemtől. Ha elkezdődik a kastély felújítása, akkor az ajt fogunk csapni, hogy Yorkacsa szelleme azonnal új lakás után néz majd. Okvetlenül tudassa velem, ha elkészülnek a munkálatok. Mégiscsak érdekelne az a lakosztály, amit említett.
A leges legnagyobbra és a legdrágábbra tartok igényt. Gyerünk, Willard, meg kell találnunk Emilyt. Segíts a vendégeknek letisztítani a ruhájukat, és söpörd össze az ételt, de az asztalhoz ne nyúj. Én megvigyázok erre. Emily, mélységesen sajnálom a történteket. A jótékonysági bár jószerével esetté fajult. Ez enyhe kifejezés, madám. Az itt történteket büntetnek kell minősíteni. Kérem, engedje meg, hogy egy szakember megoldja az ügyet. Na hát, köszönöm, felügyelő. Már is belevetem magam a munkába. Nem maga, Récefi, magamra gondoltam. A maga kontárságára már ráment az egész adomány. Én magam kezdem el a nyomozást azon nyomban. Kapcsolja be a fűtét!